Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A hóember. Egy hideg téli reggelen Bogyó a csiga fiú vidáman kopogtatott Babóca ajtaján. Gyere velem szánkózni! Babóca gyorsan felvette a téli kabátját, sapkát, sálat, kesztyűt húzott, és már indultak is. A katica lány felült a szánkóra, a csiga pedig húzta-húzta erősen. Hamarosan elállt a hóesés. Bogyó és Babóca élvezték a téli napsütést, lankás dombokon és meredek hegyoldalakon csúsztak. Nézd csak, milyen szép hóember, kiáltott Bogyó. Jaj, neki megyünk, aggódott Babóca, de már késő volt. A szánkó egyenesen nekiszáguldott a domb alján áldogáló hóembernek. Nem ütötted meg magad? Kérdezte Bogyó Babócát. Én nem, de a hóembert alig, ha nem tönkretettük. Hát igen, a hóember felborult, állapította meg Bogyó is. Meg is eszem a répa orrát. Hógolyozzunk egyet a hóemberből, javasolta Babóca. Bogyó és Babóca vidám hógolyozásba kezdtek. A hóemberből hamarosan szinte semmi sem maradt. Egyszer csak Baltazár, a méhecske köszönt rájuk. Babóca vidáman kérdezte. Nincs kedved hógolyozni velünk? Most nem érek rá. Hoztam egy kalapot és egy sálat a hóemberemnek, amit tegnap építettem. Nem láttátok véletlenül? Bogyó és Babóca riadtan néztek egymásra. Húha! Suttogta Bogyó. Biztosan azt a hóembert keresi Baltazár, amelyiknek neki mentünk. Nem merték elmondani Baltazárnak, hogy feldöntötték a hóemberét. Nem, nem láttunk semmiféle hóembert. Sehol sem találom a hóemberemet, fakadt sírva Baltazár. Bogyó és Babóca nagyon megsajnálták a méhecskét. Ne szomorkodj, mondta végül Bogyó. Építsünk inkább egy új hóembert. Jó, egyezett bele szipogva Baltazár. Az alsó legnagyobb hólabdát Babóca gyúrta, a középsőt, a hóember pocakját Baltazár, a legkisebbet pedig Bogyó. Ez lett a hóember feje. Babóca megemelte Bogyót, Bogyó pedig feltette a helyére a hóember fejét. Amikor a hóember elkészült, Baltazár végre a nyakába köthette a csíkos sálat. Bogyó nagyot ugrott, és feltette a hóember fejére a piros fazékkalapot is. Hű, nagyon szép lett, lelkendezett Baltazár. Az az igazság, szólalt meg ekkor bűnbánóan Bogyó, hogy mi tettük tönkre a hóemberedet. Véletlenül nekicsúsztunk a szánkónkkal. Nem haragszol? Na hát, ti voltatok? Kérdezte megdöbbenve a méhecske. De aztán hamar megbocsátott Bogyónak és Babócának. Ez a hóember sokkal szebb lett, mint az előző, jelentette ki. Menjünk, csúszunk le a dombon együtt! A három jó barát késő estig szánkózott a hegyoldal meredek lejtőin. Most már nagyon vigyáztak az új hóemberre. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A kis dongó lány.
Bugyó, Babóca és Baltazár korán reggel elindultak a rétre, hogy kipróbálják az ejtőernyőt, amit a méhecske vart. De a réten már volt valaki. Egy ismeretlen dongólány orgonát szedett, s közben vidáman énekelt. Itt a tavasz, trallalla, virágzik az orgona. Baltazár szólította meg elsőként. Szervusz, kis dongó! Én Baltazár vagyok, a méhecske. Ő itt mellettem Bogyó, a csigafiú, ő pedig Babóca, a katica lány. Te ki vagy? Engem Dorottyának hívnak. Hosszú útról tartok hazafelé, és egy picit megpihentem itt a réten. Mi pedig éppen az új ejtőernyőmet fogjuk kipróbálni. Velünk jössz? Kérdezte Baltazár. Szívesen! Elsőként Baltazár és Dorottya ugrottak le a dombról, utánuk pedig sorra mindenki kipróbálta az ejtőernyőt. Egész estig játszottak. Ugye holnap is velünk jössz? Kérdezte izgatottan a méhecske. Nem, sajnos holnap korán kell elindulnom. Nagyon messze lakom innen, hosszú repülés áll még előttem. Így hát Bogyó, Babóca és Baltazár elbúcsúztak Dorottyától. Hazafelé Baltazár annyira lógatta az orrát, hogy Babóca végül megkérdezte. Mi bánt? Baltazár szerelmes, nevetgélt Bogyó. Bogyó, ne csúfolódj! Szólt rá haragosan Babóca. Tudod mit, Baltazár? Mondd meg Dorottyának, hogy maradjon itt, majd építünk neki egy kis házat itt a mi erdőnkben. Jaj, de jó! Holnap korán reggel kimegyek a rétre, és megkérem, hogy maradjon. Másnap Baltazár, Babóca és Bogyó korán felkeltek. Szaladtak a rétre, hogy beszéljenek Dorottyával. De jaj, elkéstek! A kis dongólány már útra kelt. Csak egy kis levelet hagyott a fára tűzve, amelyben elköszön a barátaitól. Baltazár leült a fűbe és elpityeredett. Most már Bogyó sem nevette ki. Menjünk utána, szólt a csigafiú. Még biztosan utolérjük. Bogyó, te csigalassan vánszorogsz, így sosem érjük utol Dorottyát, kesergett Baltazár. Bogyó már majdnem megsértődött, amikor egy süni lépett elő a bokorból. Én talán segíthetek, igaz, én sem haladok túl gyorsan, de nálatok mégis gyorsabb vagyok. A kis barátok nagyon megörültek. Gesztenyegubóból csöpp kis hintót fabrikáltak, a hintó kötelét ráakasztották a süni tüskére, és a sünfogat már indult is. Pihenjünk egy keveset, javasolta Babóca, amikor már besötétedett. Reggel folytatjuk az utat. De Baltazár megint pityeregni kezdett. Nem fogjuk megtalálni soha. Micsoda finom orgona illatot érzek, kiáltott fel hirtelen Bogyó. Orgona? Csodálkozott Babóca. Ez nagyon különös, gyertek, nézzünk körül. Nem volna kedved ezentúl a mi erdőnkben élni? Építenénk neked egy házikót, olyat, amilyet te szeretnél. Nem kellene visszarepülnöd messzi otthonodba. Nagyon örülnénk, ha velünk maradnál. Igen, úgy van. Nagyon örülnénk, helyeselt Bogyó és Babóca is. Köszönöm, boldogan maradok nálatok, mondta meghatottan Dorottya. Ilyen nagy utat tettetek meg, hogy utolérjetek. Igazán nagyon kedves tőletek. Beültek a süni fogadba, és visszatértek a mezőre. Másnap korán reggel munkához láttak. Szép kis házikót építettek Dorottyának az orgona mező határában. Amikor a dongóház elkészült, nagy ünnepséget rendeztek. Eljött az erdő apraja nagyja, késő estig táncoltak, lakmároztak, vidám mulatsággal köszöntötték az erdő új lakóját. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Boszorkányok. Egy nyári napon Bogyó és Babóca barátaikkal a boszorkányokról beszélgettek. Ti elhiszitek, hogy léteznek boszorkányok? Kérdezte Baltazár, a méhecske. És hogy seprűnyélen repkednek éjszaka? Hát, nem is tudom, dünnyögte Bogyó. Nem sokára Bogyó és Babóca elindultak hazafelé.
Mi lenne, ha este visszajönnénk? Hát, ha látunk boszorkányokat, javasolta a Katica lány. Egy kosárba enni és innivalót pakoltak, és újra elindultak a rétre. Hosszasan nézték az eget, de semmi sem történt. Gyere, Babóca, menjünk haza! Szerintem nincsenek is boszorkányok. Babóca hirtelen megtorpant. Bogyó, valami furcsa hangot hallottam a fa mögül. Jaj, Bogyó, mozog a falombja! Rémülten összeülelkeztek. Egyszer csak egy boszorkány röppent fel a fa mögül. Bogyó és Babóca nagyot sikítottak ijedtükben. Aztán egy másik boszorkány is feltűnt az égen. Szaladj, Bogyó, meneküljünk! És szaladtak, ahogy csak a lábuk bírta. Gyorsan bebújtak egy bokor mögé. Jaj, Babóca, milyen kár, hogy nincsenek velünk a barátaink! Erre a két boszorkány leszállt a földre, levették fekete köpenyüket, fekete kalapjukat, és vidáman így kiáltottak. De igen, itt vannak a barátaitok. Mi vagyunk azok, Pihe és Baltazár. Babóca szörnyű mérges lett. Tényleg ti voltatok a boszorkányok? Nagyon csúnya dolog volt így megijeszteni minket. De mi csak meg akartunk titeket tréfálni, magyarázkodott Baltazár. Bogyó is háborgott. Igazán rossz tréfa volt, ezt még megbánjátok. Dühösen elindultak hazafelé. Ki kell találnunk valamit, Bogyó, hogy ezt visszaadjuk nekik. Mi lenne, ha mi is megijesztenénk őket? Ez az, kiáltott fel Babóca. Van is egy jó ötletem. Pihe és Baltazár magukra maradtak a réten. Most mit csináljunk? Tanakodtak megszeppenve. Lehet, hogy tényleg nem volt annyira jó ötlet. Ez alatt Bogyó és Babóca a Katica házához szaladtak, és gyorsan ördögjelmezbe bújtak. Fekete ruhát, fekete sapkát húztak, piros papírból szarvakat ragasztottak a fejükre. Siess, Babóca! Türelmetlenkedett Bogyó. Már látom, hogy jönnek! Gyorsan beugrottak egy bokor mögé, és várták, mikor ér oda Pihe és Baltazár. Akkor aztán kiugrottak a bokor mögül, és jól ráijesztettek a barátaikra. Segítség! Ördögök! Sikított fel a lepke kislány és a méhecske. Ugye milyen rossz, ha megijesztenek? Kapta le dühösen sapkáját a csiga fiú. Na hát, te vagy az, Bogyó! Ámult el Baltazár. Ez nagyon csúnya dolog volt. Csúnya dolog? A boszorkányos még sokkal ijesztőbb volt, kiabálta Bogyó. Nem is, az ördögös volt ijesztőbb. Elég legyen, szólt rájuk Babóca. Hagyjátok abba a veszekedést, béküljünk ki. Megígérjük, hogy többé nem teszünk ilyet, de ti is ígérjétek meg, hogy nem fogtok ijeszgetni minket. Igazad van, bólintottak a többiek. Nem akarjátok felpróbálni az ördög sisakot? Kérdezte Babóca. De igen, ti is felvehetitek a boszorkány kalapot. Sőt, a seprünkre is felülhettek. Na hát, kiáltotta Bogyó. Ez nagyon jó, úgy repülünk, mint a boszorkányok. Igen, tette hozzá Baltazár is. Mint az igazi boszorkányok. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Kavicsok. Egy nyári délutánon Babóca elhatározta, hogy szamócás lepényt fog sütni. Megkérte Vendelt, a szarvasbogarat, és Baltazárt, a méhecskét, hogy hozzanak az erdőből friss szamócát. A két fiú elindult. Baltazár hamarosan észrevett az út közepén egy kavicsot, és rugdalni kezdte maga előtt. De a kavics megtetszett Vendelnek is, és elcselezte Baltazár elől. Nem ér, Vendel! Az az én kavicsom! Én rugom tovább! Nem, ez már az én kavicsom! Keresd másikat! Ezt én rugdalom tovább! Én találtam, az enyém! Méltatlankodott Baltazár. Rengeteg kavics van, keres másikat! Zárta le a vitát Vendel.
de Baltazár nem hagyta magát. A két fiú addig lögtöste egymást, míg végül mindketten elbotlottak, és legurultak a meredek domboldalon. Egyenesen belebukfenceztek a domb alján csörgedező patakba. A hangzavarra előbújt patakparti házából Alfonz a tücsök. Jaj, mi történt? Kérdezte riadtan. Vendel a hibás, elvette a kavicsomat. Még hogy a te kavicsod, azé, aki ügyesebb. Elég legyen, vágott közbe Alfonz. Először is gyertek be a házamba, szárítkozzatok meg, azután elmesélhetitek, mind vesztetek ennyire össze. A két fiú mérgelődve lépett be a tücsök házába. Kiteregették a napra a vizes ruhákat, és törülközőbe csavarva várták, hogy megszáradjanak. Közben Alfonz limonádét és kekszet tett az asztalra. A napsugár gyorsan megszárította a ruhákat. Vendel és Baltazár duzzogva majszolták a kekszet, és egymás szavába vágva elmesélték Alfonznak, hogyan gurultak le a domboldalon. Nekem egy egész gyűjteményem van belőlük. Kavics gyűjtemény! Megmutatod? Lelkendezett Baltazár. Persze, gyertek be! Büszkélkedett Alfonz, és egy nagy dobozt tett az asztalra. Hol szedted ezeket a szép kavicsokat? Itt a közelben a patakparton. Ti is szedhettek. Hurrá! Teleszedték a kosaraikat kavicsokkal. Sokáig válogattak, gyűjtögettek, egészen addig, míg sötétedni kezdett. A szarvasbogár és a méhecske elköszöntek a tücsöktől, és elindultak felfelé a dombon. Hamarosan elhaladtak Babóca háza előtt. A Katica lány mérgesen kiáltott ki pöttyös háza ablakából. Hát a Szamóca hol van? Hűha, a Szamóca, elfelejtettük a Szamócát. Nézd csak, Babóca, milyen szép kavicsokat szedtünk Alfonzzal. Mit kezdjek ezekkel? Süssek kavicsos lepényt. Én Szamócát kértem. Elfelejtettük, vallotta be Vendel, és Töviről hegyire elmesélt mindent a Katica lánynak. Hát, akkor hadd lássam legalább azokat a szép köveket, ha már Szamócát nem hoztatok. Rajzolni kellene a kavicsokra valamit. Ez olyan, mint egy házikó. Erre pedig egy mosolygós fejet rajzolnék. Ez nagyon jó ötlet. Holnap hívjuk el a többieket is, és díszítsük fel a kavicsokat. Rendben! Másnap eljött Babócához Bogyó, a csigafiú, Pihe a lepkelány, Szellő a szitakötő, Ugri a szöcske, Döme a krumplibogár, és Gömbi a virágbogár. Vendel és Baltazár nem jön? Kérdezte csalódottan Bogyó. De igen, itt vagyunk! Kiáltott a szarvasbogár és a méhecske, és büszkén átnyújtottak egy szamócákkal teli kosarat Babócának. Köszönöm! Mondta a Katica lány, és ami kikeverte a süteményt, a többiek munkához láttak. Amikor készen lettek, meghívták Alfonzot, hogy nézze meg a kiállítást. Hát, gyönyörű! Holnap elhozom a saját köveimet is, azokat is kifesthetjük, mondta vidáman a tücsök. Közben megsült a szamócás lepény, mind asztalhoz ültek, és megették az utolsó morzsáit. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. A tücsök hegedűje. Egy őszi napon Alfonz a tücsök vígan hegedült a gombamezőn. Az erdő lakói mind örültek a szép muzsikának. A hangya gyerekek is hallgatták a zenét, közben pedig labdáztak a dombtetőn. De jaj, a labda rossz irányba röpült, és kiütötte Alfonz kezéből a hegedűt. Alfonz rémülten kiáltott fel. A hegedűm! Összetört a hegedűm! Keservesen sírva fakadt. Annyira zokogott, hogy nyomban összegyűlt az erdő apraja nagyja. Alfonz dühösen mutatta barátainak a pöttyös labdát. Ez a labda, igen, ez a labda a bűnös. És a hangya gyerekek, most aztán honnan lesz nekem új hegedűm? Hegedűje darabkáit szorongatva belépett kunyhójába, és becsapta maga mögött az ajtót. Alfonz! Alfonz, gyere ki, biztosan tudunk valahogyan segíteni, mondta Bogyó a csigafiú. De Alfonz senkit sem akart látni. A többiek tanácstalanul üldögéltek a gombamezőn. Egyszer csak felkiáltott Babóca.
készítsünk Alfonznak új hegedűt. Igen, készítsünk új hegedűt, helyeselt Pihe a lepke kislány. Tudom, és ki segíthet. Meg kell keresnünk Patrikot, a kék pattanó bogarat. Ő készítette Alfonz hegedűjét. Nyomban útra keltek. Mentek hegyen völgyön át, míg megérkeztek egy kék házikóhoz. Bekopogtak. Félénk fejecske kukkantott ki az ajtón. Kék sipkát viselt, hátán csillogtak sötétkék szárnyai. Hát ti kik vagytok? Kérdezte. Babóca pedig elmesélt a pattanóbogárnak mindent, tövéről hegyére. Hogy csak ez a baj, ezen könnyen segíthetek. Ne buslakodjatok, 2 nap is Alfonz új hegedűn húzhatja a muzsikát. A pattanóbogár kiosztotta a feladatokat. Volt, aki fát gyűjtött a hegedű testéhez, volt, aki fűszálakat keresett a hegedű húrjaihoz. Amikor minden összegyűlt, Patrik hozzálátott a munkához. Fűrészelt, csiszolt, barkácsolt, gyantázott, lakkozott serényen, míg egyszer csak, lássatok csodát, el is készült az új hegedű. Kipróbálhatom? Kérdezte Babóca. Nem, ez Alfonz hangszere, szólt rá Pihe. De én is szeretnék egy hangszert, dühösködött Babóca. Én is, kiáltozták a kis hangyák. Csend legyen, kiáltott a pattanóbogár. Mi lenne, ha alapítanátok egy zenekart? Egy szép, nagy zenekart. Zenekart? És mindenkinek lenne saját hangszere? Ez nagyon jó ötlet, lelkendezett Bogyó. Először elkészítették Babóca hárfáját. Vendel, a szarvasbogár nagy bőgőt kapott. Dömének, a krumplibogárnak csellót készítettek. Bogyó a tölcsérvirág kelyhéből készített magának trombitát. Egon, a cserebogár, mézvirágból alakította ki mélyen zengő kürtjét. A barlangipók gesztenyéből és magból készített dobot. Szellő és ugri pedig lapos kavicsokból cintányér. A kis hangyáknak nyírfa vesszőből faragott furuját a pattanóbogár. Pihe, a lepke kislány, fenyőágból faragott lantot kapott, Baltazár, a méhecske pedig citerát. Gömbi, a virágbogár, triangulumon játszott. Amikor már pompásan zenéltek együtt, elindultak Alfonz kunyhójához. Alfonz már messziről hallotta őket, kíváncsian lesett ki kunyhója ablakán. Szeme, szája tátva maradt a csodálkozástól. Kedves Alfonz! Kezdték a hangya gyerekek. Ne haragudj, miért tönkretettük a hegedűdet. Fogadd el ezt az új hegedűt tőlünk. Patrik készítette. Alfonz nyomban meghúzta a vonót, és az erdőben újra zengett a hegedű szó. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Foci meccs. Egy nyári reggelen Vendel a szarvasbogár hangos kopogtatásra ébredt. Ha-ho, Vendel, nyisd ki, én vagyok az Frici. A szarvasbogár álmosan kibújt az ágyból és ajtót nyitott. No hát, Frici, gyere be! Kiáltotta boldogan Vendel, és a két régi barát összeölelkezett. Nézd csak, hoztam neked valamit, mondta Frici. Egy foci labda, hurrá! De a focihoz csapatok is kellenek, figyelmeztetett Frici. Rendben, állítsunk össze csapatokat, szóljunk mindenkinek, javasolta a szarvasbogár. Reggeli után Vendel és Frici útra keltek, mindenkihez bekopogtattak. Végigjárták az összes házat, és mire az erdő végére értek, összegyűlt a két csapat. Bírónak Alfonzt választották. Varjunk nekik színes mellényt, javasolta Lili. Kéket az egyik csapatnak, pirosat a másiknak. A focisták egész héten gyakoroltak. Ezeket nektek vartuk, mondta Szellő, és Vendel kezébe nyomta a piros és kék mellényeket. Köszönjük, mondták a csapattagok egyszerre, és boldogan felhúzták a mezt.
Babóca és Lili padokat hozott, és a nézők elfoglalták helyüket a pálya szélén. Egyszer csak felhangzott Alfonz sípja, és megkezdődött a mérkőzés. Ez a szaladj bogyó, kiabált Wendell. Ide, ide nekem, passzol, kiáltozott Gömbi. Hurrá, ez az, ujjongott a kék csapat, és összeölelkeztek. Hajrá, kékek, hajrá, pirosak, hallatszott a nézők felől a vegyes hangzavar. Nem ér, Frici, nem szabad kézzel megfogni a labdát, háborgott a méhecske. Bizony, Boltazárnak igaza van, többet ne szabálytalankodj, Frici, mondta szigorúan Alfonz a bíró. A meccs izgalmasan folytatódott. A pirosak is rúgtak két gólt, a kékek is, így már 3-2-re vezetett Wendell csapata, amikor újra leállt a játék. Frici elkáncsolt, panaszkodott Gömbi. Igen, én is láttam, mondta Alfonz. Frici, ha még egyszer szabálytalankodsz, kiállítalak. Wendell csapata nyerésre állt. Frici egyre dühösebb lett. Ide nézzetek, most berúgom! Kiáltotta, és félrelökte bogyót, de a lökéstől ő maga is elesett, és fájdalmasan felkiáltott. A kezem! Jaj, a kezem! A többiek mind oda szaladtak. Szaladok gyorsan Bagoly doktorért, mondta Szellő, és már indult is. Ha nem fájna a kezed, legszívesebben kiállítanálak, mondta Alfonz. Csúnyán ellökted bogyót. Igen, tudom, szólt bűnbánóan Frici. De nagyon fáj. Meg is érkezett Bagoly doktor. Ez bizony eltörött, be kell gipszelnem. 4 hétig lesz rajtad a gipsz, utána leszedjük. Vigyázz rá, semmi szaladgálás! A meccs így a kék csapat győzelmével ért véget. A visszavágóra még egy kicsit várni kell, mondta Wendell, és megveregette Frici hátát. Ugyan már hamar rendbe jössz, ne lógasd az orrod. Sajnálom, hogy szabálytalankodtam, szipogott Frici. Megígérem, ha erre jön a kezem, többet nem fogok rosszalkodni, és játszhatunk egy tisztességes visszavágót. Addig is kicsit kidíszíthetnénk Frici gipszét, mosolygott Babóca. Gyertek, meghívok mindenkit uzsonnára. A barátok mind beözönlöttek Babóca pöttyös házába. Elővették a filctollakat, és szebbnél szebb színes rajzokkal pingálták tele a cincér gipszét. Ha majd leveszi Bagoly doktor, akkor is megtartom emlékbe, jelentette ki Frici. Aztán mind asztalhoz ültek, és az utolsó falatig megettek egy óriási piskóta tekercset. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A homokvár. Egy meleg nyári napon Bogyó, Babóca, Gömbi és Baltazár felvették fürdőruhájukat, előkeresték vödreiket, lapátjukat, és elindultak a homokszigetre, homokvárat építeni. Nézzétek, egy hatalmas dinnye, kiáltott egyszer csak Baltazár. Vigyük magunkkal, kérte Bogyó. Majd a nap végén megesszük. Jó, vigyük magunkkal, egyezett bele Babóca. Bogyó, Babóca, Baltazár és Gömbi óvatosan gurították maguk előtt a nagy dinnyét. De amint a domboldalhoz érkeztek, a dinnye megindult a lejtőn lefelé. Kapjuk el, állítsuk meg! Kiabált riadtan Babóca. Gömbi felugrott a dinnye tetejére, megpróbálta megállítani a szágoldó gyümölcsöt, de nem sikerült. Lábacskái kicsúsztak alóla, és lepottyant a földre. A dinnye pedig gurult tovább lefelé. Mindannyian szaladtak a dinnye után, ahogyan csak a lábuk bírta, de a dinnye gyorsabb volt. Amikor a dinnye a domb aljára ért, rázuhant egy éles kőre, és darabokra tört. Széttört a dinnye! Buslakodott Babóca. Ó, a dinnye! Szomorkodott Baltazár is. Ugyan, miért szomorkodtok? Inkább együk meg! Javasolta vidáman a kis virágbogár. A négy barát körbeülte a dinnye darabokat, és nekiláttak.
Falatozták, falatozták a piros édes gyümölcsöt, amíg egészen tele nem lett a pocakjuk. Siessünk a homokszigetre, mert nem marad idő várat építeni, kiáltott fel hirtelen a Katica lány. Várj, babóca, én is veled megyek, mondta Baltazár. Én is, szólt Gömbi. De én nem tudok repülni, engem itt hagytok, kérdezte sírva Bogyó. Tudom már, építsünk kis hajókat a dinnyehéjból. Azzal gyorsan átjutunk a szigetre, és Bogyó is velünk jöhet, javasolta a méhecske. Kiválasztottak 4 dinnyehéj darabot, egyet Bogyónak, egyet Babócának, egyet Baltazárnak és egyet Gömbinek. Az árbóc faágból, a vitorla falevélből készült. Amikor elkészültek, vízre tolták a hajókat, és a szél nyomban sodorni kezdte őket a homoksziget felé. Hurrá, vitorlázunk, kiáltotta boldogan Bogyó. Hamarosan el is érték a homokszigetet, és mind partra szálltak. Nézzétek, ott jön valaki! Egy vödör is van nála! Valóban, a homokos parton egy jókedvű bogárka közeledett. Babóca megszólította. Ki vagy te? Huba vagyok, a homokbogár. Itt élek a homokszigeten. Egy nagy várat fogok most építeni a parton. Igazán? Kérdezte Baltazár. Mi is építhetünk veled? Hát persze, gyertek, lássunk munkához, mondta Huba. Szép nagy homokvárat építettek együtt. Alagutakat fúrtak, tornyokat formáztak, kapukat fabrikáltak. Már csak a zászló hiányzik a tetejéről, mondta Babóca. Lerajzolta Hubát egy falevélre, és beleszúrta a vár tetejébe. Hű, akkor ez az én várom, kiáltott lelkendezve Huba. Amikor sötétedni kezdett, a kis barátok elbúcsúztak Hubától, és elindultak hazafelé. Aludj jól, várkapitány! Kiáltott vidáman Babóca. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Roller. Egy tavaszi napon Egon, a cserebogár, nekilátott, hogy barkácsoljon magának egy rollert. Egész nap fúrt, faragott, csiszolt, ki sem látszott a munkából. Amikor elkészült, lefestette feketére, és elindult, hogy megmutassa új rollerét a többieknek. A fiúk épp kosárlabdáztak a réten. Ott volt Bogyó, Vendel, Baltazár, Döme, Gömbi és Alfonz. Nézzétek, új rollerem van! Én készítettem! De szép! Kipróbálhatom? Nem adom, az enyém! Csak mennék vele egy kört! Igen, mi szeretnénk menni vele, csak egy kört, aztán visszaadjuk! Nem adom! Mondta újra a cserebogár. Miközben Baltazár, Vendel és Egon veszekedtek, Döme megragadta a rollert, és elszágoldott vele. Állj meg, hozd vissza! Az enyém, és nem adtam neked kölcsön! Senkinek sem adom kölcsön! Döme lassított, és Egon hamarosan utolérte. Add vissza a rolleremet! Tessék, itt van, mondta Döme, és hozzátette. Amúgy sem elég gyors. Nem elég gyors? Na, ide nézzetek! Még hogy nem elég gyors, hiszen alig értek a nyomomba, mondta nevetve, de közben nem vette észre az út közepén tátongó nagy gödröt. Vigyázz, Egon! Kiabált egyszerre Bogyó, Baltazár és Vendel, de már késő volt. Na, ezt igazán magadnak köszönheted, Egon, okoskodott Baltazár. Egon, mi történt veled? Nagyon összeszúrtak a tüskék, és ti miért nem segítetek neki? Kérdezte egy szuszra a rózsabogár. Egon a hibás! Akárhogy is történt, akkor is segítenetek kellett volna, amikor ilyen csúnyán elesett. Gyere, Egon, itt van a közelben a házam. Lemosom és bekötözöm a sebeidet. Lili
leültette Egont egy székre, és langyos vízzel lemosta a sebeit. Nem is olyan csúnya. Ekkor Egon halkan sírdogálni kezdett. Én vagyok a hibás, nagyon irigy voltam. Ha nem lettem volna ilyen, akkor nem történt volna baj. Akkor legközelebb ne legyél irigy. Köszönöm, hogy segítettél, mondta Egon búcsúzóul. Nem nagy ügy, hamar rendbe jössz. Egon bicegve jutott haza. Fájtak a sebei, nem tudott felszállni a rollerre. Hazaérve gyorsan ágyba bújt és elaludt. Másnap reggel új ötletet támadt. Elővette az ecseteket, a festékeit, most pedig átfestelek rózsaszínre. Na hát, Egon, ezt neked hoztam. Köszönöm, hogy segítettél. Hiszen ez csodaszép. Átfestetted? Kérdezte Lili. Igen, úgy gondoltam, feketén biztosan nem tetszene neked. Nagyon örülök neki. Át is megyek vele Babócához. Jó utat, óvatosan menj, kiáltott Lili után Egon. Egon hazasétált, és épp leült volna ebédelni, amikor kopogtattak. Szia, Egon! Kezdte Baltazár. Csak meg akartuk kérdezni, hogy jobban vagy-e. Jól vagyok, ne aggódjatok, legyintett Egon. Megígérem, hogy többet nem veszem el a rolleredet, szólt bűnbánóan Döme. Már nincs meg a rollerem, átfestettem és Lilinek ajándékoztam, mosolygott Egon. De készítek majd magamnak egy új rollert, fordult a barátaihoz Egon. Megígértem Lilinek, hogy többet nem leszek irigy. Mindenki mehet majd vele. Egy keveset. Hurra! Kiáltotta Gömbi. Most pedig gyertek, egyetek velem. Almás pitét sütöttem. Szeretitek? Egon hamarosan elkészült új rollerével. Sötét zöldre festette. Pár nap múlva a kisbarátok mind összegyűltek a réten, és felváltva rótták a köröket a két rolleren. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Gombócok. Egy őszi napon Babóca, a Katica lány, szilvás gombócot főzött, és meghívta a barátait ebédre. Eljött Bogyó, Baltazár, Vendel és Pihe. Együtt megterítettek, és asztalhoz ültek. A Katica lány három gombócot tett minden tányérba. Bogyó, Babóca és Pihe hamarosan jól is laktak. Szilvás gombóc, imádom! Akár ötöt is meg tudok enni, mondta Baltazár a méhecske. Még hogy ötöt, én hetet is, vágta rá Vendel. Hetet? Jó, akkor én nyolcat. Én pedig tüzet, jelentette ki a szarvasbogár. Jó, akkor versenyezzünk, zárta le a vitát Baltazár. Lássuk, melyikünk tud több gombócot enni. Babócának nem tetszett a dolog, megpróbálta őket lebeszélni, de a fiúk hajthatatlanok voltak. Ennek nem lesz jó vége, figyelmeztette őket, de Baltazár és Vendel nem hallgattak rá. Eddig három gombócot ettünk, most jöjjön a negyedik, javasolta Vendel, és újabb gombócot pakolt mindkét tányérba. Amikor mindketten végeztek, újabb gombócot vettek, és megették az ötödiket is. Az ötödik után megették a hatodikat, a hatodik után megették a hetediket, a hetedik után megették a nyolcadikat, és utána a kilencediket. Most jön a tizedik, bírod még? Kérdezte Baltazár. Ugyan, kétszer ennyit is meg tudok enni, legyintett lazán Vendel. Már nagyon sok gombócot megettek, amikor mindkettejüknek fájni kezdett a hasa. Egyre jobban és jobban fájt. Elszaladok Bakoly doktorért, mondta Pihe, a lepke kislány. Bagoly doktor megvizsgálta őket, és dühösen szónokolni kezdett. No hát, a ki látott már ilyet? Persze, hogy fáj a hasatok. Mindketten 15 gombócot ettek. Na tessék, ráadásul döntetlen lett a verseny. Három napig diétázni fogtok. Semmi más nem ehettek, csak főtt krumplit.
de éppen holnap jön az erdőnkbe a kürtös kalács árus. Szólalt meg kétségbeesve Vendel. Nagyon sajnálom, de most kimaradtok a kürtős kalácsból. 3 nap múlva gyertek el hozzám, hogy újra megvizsgáljam a hasatokat. Szólt szigorúan Bagoly doktor, és már indult is haza. Másnap meg is érkezett a nagy rétre a Bodobács illatozó kürtős kalácsaival. Az erdő lakói mind boldogan csemegésztek, válogattak a sok finomság között. Én fahéjasat kérek, mondta Babóca. Én kókuszosat, tülekedett Bogyó. Nekem egy cukrosat adjatok, kiáltott Pihe. De volt diós, mákos, sőt, kakaós is. Baltazár és Vendel szomorúan nézték a vidám vásárt, de szót fogadtak Bagoly doktornak. Amikor letelt a 3 nap, a méhecske és a szarvasbogár felkereste a doktort. Na, lássuk! Dünnyögött a Bagoly, és alaposan megvizsgálta őket. Rendben, meggyógyultatok, látom, szót fogadtatok. Hát igen, lógatta az orrát Vendel. Pedig úgy szerettem volna én is kürtős kalácsot enni. Vendel és Baltazár elbúcsúzott Bagoly doktortól, és már indultak is hazafelé, amikor a Bagoly utánuk szólt. Várjatok csak egy percet, van itt valami. Félretettem nektek 2 kürtős kalácsot, tessék! Na hát, Bagoly doktor, te is kimentél a rétre? Hát persze, vettem a kalácsból a fiókáimnak, ezt a 2 pedig nektek tartogattam. Szépen betartottátok, amit kértem tőletek, ti se maradjatok ki a finomságból. Köszönjük, mondta boldogan Baltazár és Vendel, majd megölelték Bagoly doktort. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Egy nap az óvodában. Egy őszi reggelen Babóca sietősen kopogott Bogyó házának ajtaján. Gyere már, Bogyó, elkésünk az óvodából. Bogyó hamar elkészült, és a 2 barát kézen fogva elindult az óvoda felé. Az óvoda kertjében már gyülekezett a sok kis óvodás. Vidáman üdvözölték egymást. Ott volt Baltazár a méhecske, Pihe a lepke kislány, Vendel a szarvasbogár, Döme a krumplibogár, Szellő a szitakötő kislány, Alfonz a tücsök, Ugri a szöcskelány, és Gömbi a kis virágbogár is. Dongó néni, az óvónéni türelmesen terelgette be a gyerekeket a csoportokba. A nagy csoportosok, középsősök és kis csoportosok külön szobába kerültek. Gömbi persze a kis csoportba került, innen integetett Bogyónak és Babócának. A nap tornaórával indult. Reggeli után az óvodások szebbnél szebb képeket ragasztottak az erdőben szedett falevelekből. Amikor mindenki elkészült, Dongó néni körbeállította a gyerekeket. Vidám dalokat és körjátékokat tanított a csoportnak, az óvodások lelkesen járták a körtáncot. Aztán következett a játék. Dongó néni karosszékéből figyelte a sok gyereket. Bogyó és a fiúk rögtön a kocsis ládikához siettek, és autóversenyt kezdtek játszani. Lejtőket, alagutakat építettek. Én is beállhatok? Kérdezte Babóca, és egy törött piros kis autót szorongatott. Ugyan már, Babóca, azzal a vacakkal akarsz versenyezni? Kérdezte megvetően Bogyó. A kocsizás amúgy sem lányoknak való. Babóca elsírta magát. Nem játszanak velem a fiú, panaszolta Pihének. Pihe, Ugri és Szellő gyorsan megvigasztalták. Gyere, babáz velünk! A lányok pompás kis ruhákba öltöztették babáikat, megetették és babakocsiban ringatták őket. Ez nagyon tetszett Babócának. Közben Bogyó és Egon, a cserebogár, összevesztek. Mindig felborítod a kocsimat, ez így nem ér, csalsz! Kiabálta dühösen Bogyó. Nem igaz, te csalsz! Vágott vissza Egon. Jól van, nem játszom veled tovább, mondta sértődötten Bogyó, és ott hagyta a fiúkat. Én is beállhatok a játékotokba? Szólt most Babócához Bogyó. Nem!
nem játszhatsz velünk, ez lányos játék, mondta duzzogva Babóca. De nézd csak, én is hoztam egy babát, ezt a göndörhajút. Szeretnék mégis veletek játszani. Jól van, enyhült meg Babóca. Akkor gyere, de akkor én is játszom majd az autókkal. Gyerekek, gyertek kezet mosni, kiáltott Dongó néni. Kézmosás után pedig szépen üljetek az asztalokhoz. Az ebédet nagy fazékból merte az óvodások tányérjába Pettyes Futrinka néni, a dadus. Amikor mindenki befejezte az ebédet, a naposok, Bogyó és Babóca segítettek leszedni az asztalt, összegyűjteni a tányérokat és a poharakat. Ebéd után mindenki lefeküdt, Dongó néni pedig mesét olvasott. A gyerekek csendben figyelték, és akadt, akit már mese közben elnyomott az álom. Ébredés után uzsonnáztak, aztán kimentek a kertbe. Az óvoda kertje hatalmas volt, telistele izgalmas mászókákkal, csúszdával, hintával, még egy kis favonat is állt a közepén. Bogyó és Egon hamar kibékültek, és sokáig hintáztak együtt. Babóca segített Gömbinek felmászni a csúszdára, és el is kapta őt a csúszda alján. Ez Gömbinek nagyon tetszett. Az óvodában hamar elszaladt a nap. A gyerekek hosszasan búcsúzkodtak egymástól, és alig várták, hogy másnap újra találkozzanak.